vidáman énekelve utazik a Szilágyi József Attila Művelődési Egyesület a nagymúltú négyes fogatra. Hogy pontosan mi is az a négyes fogat, és miért pont ez a neve, azt hamarosan megmutatjuk, de előtte térjünk vissza a délvidéki szórványfalucskába, Szilágyiba. A település Bácska nyugati részén található, jelenleg körülbelül 800-an élnek itt, a lakosok fele magyar. A falut 1890-ben alapította Szilágyi Dezső jogász-politikus. A település központját egy hatalmas és gyönyörű templom uralja. Ez a templom 1906. május 20-ára épült, úgymond el, egy apatini mester tervei alapján. A felszentelése szintén 1906. augusztus 20-án volt, akkor fejezték be úgymond a munkálatokat. Szilágyiban évtizedek óta nagyon aktív a katolikus közösség. 70-80 közötti a lélek száma azoknak, akik eljönnek erre a szentmisére. A falunak ugye, hogyha úgy nézzük, elég nagy százaléka 400 lakosból. Az 1900-as évek elején nem csak templomot építettek a faluban, hanem megalakult az önkéntes tűzoltó egyesület is. Az idén 110 éves szervezet a szomszédos Apatin település tűzoltóival szokott együttműködni baj esetén. Ne adj Isten, ha valahol tűz, akkor az apatini hivatásos tűzoltóknak tudunk segíteni emberi létszámmal. Az mellett még hát egy kicsit talán a magyarság megőrzésében is valami kis szerepet vállalunk, mert hát a testületének 95%-a magyar ajkú. A József Attila Művelődési Egyesület évtizedek óta igazi műhelyként tevékenykedik a szórványban, ahol erre hatalmas szükség van. 1947-ben alakult, azóta számos és számos személyiség itten részt vett, és a színpadot megtöltötte. Surján Csabával és társaival együtt szállunk buszra, és indulunk el Doroszlóra, ahol rajtol az idei négyes fogat elnevezésű kulturális esemény. A délvidéki Nyugat-Bácska négy települése, Doroszló, Szilágyi, Gombos és Bácskertes már 49 éve minden esztendőben megrendezi a négyes fogatot. Régebben csak ebben az egy faluban annyi fiatal volt, mint mondjuk most ebben a négy faluban összesen. Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy összetartsuk, mert nagyon kevesen maradtunk. A négyes fogat hatalmas erővel bír. A négy falu lakói túlzás nélkül szinte ezt a pár hetet várják egész évben. A négyes fogat különlegessége, hogy faluról falura utazik. Itt senki nem marad le a színvonalas előadásokról. Kinek nincsen párja, aki minden este, a kapuba várja. A szilágyiak énekkel kápráztatják el a közönséget. Szerintem, ha már magyarok vagyunk, akkor valamennyit járuljunk hozzá a magyar kultúrához. Még van mihez hozzájárulni, addig még vagyunk, és legalább valamennyit teszünk hozzá. Ha majd nem leszek neked, s valami nyomja a szíved, rájössz majd, hogy nem... Dallal készültek a bácskertesi fiatalok is. Nagyon sok emberrel meg is ismerkedhetünk, nagyon jól szoktuk érezni magunkat, tehát szórakozni járunk ide, és tehát megmutassuk, hogy valójában ez a négy falu mit is tud, és mindenki azt hozza, amiben jó. A Gombosi Arany János Magyar Művelődési Egyesület rövid színdarabjai nagyon tetszenek a közönségnek. Ez a hagyományra is visszavezethető, ugyanis, hát, mint ahogy tartsuk a tájnyelvet is, meg a népviseletét is, ugyanúgy a szokásokat is szeretnénk megtartani, és ezért fontos számunkra, hogy évről évre szerepeljünk és megtartsuk ezeket a szokásokat. Ritka pillanat ez, amikor a szórványban több száz magyar gyűlik össze, jól érzi magát, büszke a magyarságára, és ezért tenni is képes. A négyes fogat négy kis délvidéki falu ünnepe, de igazából ez a délvidéki magyarság gálája. Kárpátalja egyik legkisebb és egyben legfiatalabb településén hagyományteremtő céllal rendeztek Hurka Fesztivált, ahová hamarosan mi is ellátogatunk.